igazán nem volt akkor a különbségben, nem úgy játszottuk, és nem azt, amit kértünk bent az öltözőben. Ugye én kértem a csapatot, hogy próbálj meg az első negyed óra 20 percben egy agresszív letámadást játszani. Láttuk, hogy amikor az Alegerszeg védelmét a pécsiek letámadták, visszatámadtak, akkor állandóan labdát tudtak szerezni. Na most ebből nem lett semmi, nem valósult meg semmi, mint ahogy a játékunkból sem, mert ez egy nagyon gyenge mérkőzés volt a mi részünkről az első fél időben. Függetlenül, hogy 2-0-ra vezettünk. A második fél időben volt egy olyan negyed óra, amire azt mondom, hogy az megkezdett ahhoz hasonlítani, amit szeretnénk kérni, és abban az időszakban volt is 2-3 olyan zicserünk, amiből volt gólokat kellett volna rúgnunk. Értetetlen módon ráültünk az eredményre, ugyanúgy, ahogy múlt héten. Egy kicsit izgultam is, hogy nehogy az legyen, hogy kapunk egy gólt, és akkor megint megzavarodunk, és csapkodunk jobbra-balra. Hát ez hála Istennek nem így lett, és sikerült 2-0-ra lehozni ezt a mérkőzést. Na valóban nehezen indult játék, kicsit döcögősen, de a második félidőben érzem, hogy nagyon simán letettünk volna a mérkőzést, de az lényeg, hogy nyertünk, és megvan a 3 pont. Igazából a mai mérkőzésen én azt láttam, hogy lehet, hogy gyenge volt a játékunk, de azért egy 2-3 zicsert így is kialakítottunk, amiből azért gólt kellett volna szerezni. Hát a továbbiakban erre jobban oda kéne koncentrálni. Természetesen az ugye azért jöttem ide, azért igazoltak, hogy gólokat lőjek, eddig sajnos egyet sikerült rúgnom, pedig kapom a bizalmat, lehet egy kicsit túlzott gyorsesség is bennem van, ugye ma is meg voltak a lehetőségeim, sajnos nem sikerült vele élnem, bár már egy pozitívum van bennem, hogy legalább oda kerülök, nem úgy, mint mondjuk ősszel. Hát ugye ilyen 3-11-es, úgy érzem minden 3 jogos volt, és a Gegének már csak gratulálni tudok, hogy 2-4 volt parádé. Volt olyan játékosunk, aki 1-1 volt a kapussal, azokból gólt kell szerezni, és akkor most nem 2-0, hanem 4-0, és akkor azt mondjuk, hogy egy rossz játékkal 4-0-ra nyertünk, de igazán nem szeretnék elégedetlen lenni, mert a játékunkon nagyon sokat kell javítani a Ferencváros mérkőzésig, de bízom benne, hogy azért egy rangadó mérkőzésen másabb lesz a hozzáállás mindenki részéről. Nem is azt mondom, hogy a hozzáállás, hanem másabb játék lesz mindenki részéről. Igazából Fradi ellen tulajdonképpen az egy rangadó lesz, és én úgy gondolom, hogy azért vagyunk most olyan formában, hogy erre rá is tudjunk úgy készülni, hogy megszerezzük a 3 pontot. Ugye rangadó lesz valószínűleg, tehát ház nagyon sok néző, ugye ez minket doppingol. Ugye itthon megvertük őket tavasszal 1-0-ra, azt mondom, nem lennék csalódott, hogyha ott is nyernénk 1-0-ra, de mindenféleképpen a győzelemért megyünk ilyen kezdés után, csak azért mehetünk.